Have you ever been mistreated? You know what I'm talking about. Have you ever been mistreated? She had the nerve to put me out. Sziasztok! Ez a hétfunkciós időjárás állomás a Vevortól érkezett, a feleségem akarta, és hát az ő kedvéért mindent. Jól becsomagolva szállították, de a beüzemelés előtt össze kell szerelni. Sajnos magyar nyelvű használati útmutató nincs hozzá, de az angol nyelvű is könnyen érthető, az ábrák magukért beszélnek. Én először a csapadék mennyiség mérő műszer tölcsérét tettem a helyére, ezután jött a készülék napeleme. Itt a kis, tölthető akupakkot kell elsőként csatlakoztatni, csak ezután szabad a napelemről lehúzni a fekete védőfóliát. A szélsebesség mérő és a szélirányjelző karokat kis matricák jelölik, mindkettőre a megfelelő részegységet kell a kis tengelyre felhelyezni és egy kis csavarral rögzíteni. A készletben a szerelési munkához szükséges szerszámok is megtalálhatóak. Az egész műszert egy alumínium cső végére szerelt műanyag gömb tartja majd. A gömb rögzítésére 4 csavar szolgál. És ez teszi lehetővé, hogy majd vízszintezni lehessen a helyére felszerelve az állomást. A cső alsó felére pedig egy műanyag konzolt kell 2 csavarral rögzíteni. Ezzel fal, illetve fa felületre, de egy mellékelt kiegészítővel akár egy megfelelő átmérőjű rúdra vagy csőre is fel lehet szerelni. A készlet többféle csavart is tartalmaz ehhez. Mivel oda föl a tető csúcsába, így ahogy van, nem lehetett felszerelni, mert egyrészt itt ide kellett még alá egy kis kiegészítés, meg ráadásul ez nem elég magas, hogy túllogjon a tetősíkján, ezért kellett készítenem egy kis adaptert tulajdonképpen, amivel fel lehet szerelni. Ezt 10 cm széles deszkából készítettem el, 3 darab ilyen 10x10-es négyzetet összeragasztottam, és ráragasztottam egy ilyen, most tudom, körülbelül 30 cm hosszú deszkadarabra. Ez így fog majd bemenni a tető csúcsába, megmutatom majd, és ez pedig így fogja tartani a magát az időjárás állomást, és egy zöldre lekentem egy vastag lazúrra, és ide pedig már elkészítettem és besülyeztettem a 2 szerkezetépítő csavarnak a helyét, amivel a szarufához hozzá lesz majd rögzítve ez az egész. A csomagban volt hozzá 4 darab ilyen rozsdamentes anyagú facsavar. Egyébként az összes csavarja a rozsdamentes anyagból van, ez baromi jó, hiszen ez ugye azért ki lesz téve az időjárás viszontagságainak. A végén a csavarokat teljesen meghúzni mindig érdemes kézi csavarhúzóval, főleg amikor ilyen műanyag alkatrészt csavarozunk fel valahova, mert a géppel esetleg véletlenül túl tudjuk húzni a csavart, hogyha túl erősre van állítva, és akkor akár hirtelen is törhetjük a műanyagot. A 3x11 fokos létra a leghosszabbra ki van tolva, így ér föl a tetőnek a csúcsába. Fönt majd mutatom a fogópárhoz. Kikötöttem egy kötéllel, hogy most nincs aki fogja, meg egyébként amikor ilyen magasra ki van tolva létre, akkor hogyha lent fogja is valaki, az se biztos, hogy meg tudja tartani, ha esetleg valami gond van. Az ilyen nagyméretű
szerkezetépítő csavarok behajtásához egy ütve csavarozógép lenne az ideális. Nekem sajnos ilyenem nincs, úgyhogy ezúton is felhívnám a marketingesek figyelmét, hogy azonnal küldjenek nekem egy ütve csavarozógépet, de addig is megoldjuk másképp. Egy sima ilyen fúró csavarozóval a csavar szárának a meneten belüli átmérőjénél egy nagyon kicsivel kisebb átmérővel megfúrom a fát, és akkor így talán majd már be fogom tudni hajtani. Három dolgot kell ilyenkor beállítani a kis időjárás állomásunkon. Először is be kell azt állítani, hogy itt mutatja is, ez az N betű, ez az északi irányt jelöli, tehát hogy arra felé kell, hogy legyen észak, dél felé nézzen a napelem, nyilván azért, mert onnan tud a legtöbb napsütést kapni, ez körülbelül egyébként így most jól van beállítva, arra felé van a Balaton, arra felé van észak nagyjából, és a másik, amit még be kellettünk, ugye ezt az egészet így el lehet forgatni, tehát ezt bárhogy körbefordítva be lehetne állítani. A másik, amit be kell állítanunk, az pedig az, hogy itt ez a kis buborék ez itt középen legyen, akkor lesz minden irányból nekünk vízszintes a kis készülékünk. Hát most így fölülről nézve jól van, és akkor itt alul meg kell húzni ezt a négy csavart, amik itt, emlékszel az előbb, amikor összeszereltük, itt van benne egy ilyen gömb ennek a rúdnak a végén, és azt a gömböt ezt így megszorítja, és akkor utána nem tud már elmozdulni. És ez azért jó, mert ugye magát ezt a rudat, ezt nem biztos, hogy sikerül teljesen függőlegesen felszerelni, nem is sikerült teljesen, egész jó lett, de nem teljesen, és ezért így ezzel utólag a tökéletes vízszintet be lehet állítani. Ez ügyesen ki van találva, szerintem. És a harmadik dolog, amit be kell állítani, az pedig ennek a napelemnek a dőlésszöge. Ez ugye itt a teljesen függőlegestől a teljesen vízszintesig szabadon állítható. Szóval ennyi a beállítás. És akkor innentől kezdve elvileg működőképes a cucc. Ugye ez itt az eső érzékelünk, ezen a tölcséren befolyik, és akkor itt belül valahogy érzékelni tudja az esőnek a mennyiségét. Az a kis lapátos cucc, az a szélerősségnek a mérője. Látod is, hogy már forog is. Ez egy nagyon-nagyon könnyen forog, szinte ellenállás nélkül, és ezzel a forgás, attól függ, hogy milyen gyorsan forog, ugye ezzel méri a szélnek a sebességét, ez pedig a szél irányt mutatja, attól függően, hogy honnan fúj a szél, ugye ez arra felé mutat, és ezáltal bent majd a kijelzőn is tudja mutatni a szél irányát, ez a középső kis bigyó a fényerősséget, a napsütés erősségét mutatja nekünk. És akkor ezen kívül még ez a készülék a külső hőmérsékletet, páratartalmat és a légnyomást is méri. Ezeket majd mutatom bent a kijelzőn, úgyhogy elvileg itt kész vagyunk. Még itt megmutatom még egyszer közelről, hogy hogyan tartja itt ez a szerkezet. Látod, itt ez a két nagy szerkezetépítő csavar. Itt ezen a deszkán keresztül igazából a szarufába és beleér, és tulajdonképpen azt tartja. Na, ezzel meg vagyunk. Na és így végül a beltéri egységről, a funkciókról, meg a használati útmutatóról néhány mondat. Egyébként egy három nyelven van hozzá használati útmutató, magyar nincs, de angol viszont van. Eléggé részletes, 61 oldalas ebben a telepítéstől kezdve a beállításon keresztül mindenféle benne van. Egész hosszú rész szól arról, hogy hogyan lehet
egy wifi routerre csatlakoztatni, és akkor utána egy számítógépen vagy egy okostelefonon egy ilyen nagyon egyszerű kezelőfelületet hogyan lehet megnyitni, és itt akár kalibrálni is lehet a különböző műszereket, hogyha van egy nagyon pontos hőmérőt például, akkor az annak az adatát beadod, és akkor utána az alapján fog majd ő is számolni, tehát végül is mindegyik műszerét így lehet kalibrálni, és ezen kívül a Wi-Fi-n keresztül különböző ilyen időjárás adatgyűjtő oldalakra is fel lehet tölteni, azt hiszem kettőre a készüléknek az adatait, a készülék által mért meteorológiai adatokat, de én úgy láttam, hogy ezek igazából ilyen amerikai érdekeltségű időjárás vagy ilyen meteorológiai oldalak, úgyhogy én ezzel nem igazán akarok foglalkozni, nekünk bőven elég, hogy itthon tudhatjuk, hogy mi mennyi az annyi hétféle időjárási paraméter tud mérni. Ugye egyrészt ez a beltéri egység a benti hőmérsékletet és páratartalmat is mutatja, és ugyanezt a kültéri egység is méri, tehát egyszerre itt látható a belső és a külső hőmérséklet és páratartalom. Ezen kívül a külső egység még ötféle dolgot tud mérni. Ugye az egyik a szél, ami itt látható is, hogy közel északi, nagyon kicsit északnyugati szél fúj 9,1-9,2 km/h sebességgel. Ezen kívül tudja mérni a légnyomást, azon kívül a fényesség, fényerősséget, az UV-sugárzás erősségét, és ja igen, és hát a csapadék mennyiségét is, és természetesen mutatja a dátumot és az időt, és ami szerintem egyébként még érdekes, és tulajdonképpen jobbá teszi ezt a készüléket az egyszerűbb ilyen berendezéseknél, hogy az általa mért értékeket mindet különbözőféleképpen is meg lehet jeleníteni, hogy mit jelent ez. Például, ugye hát eső nem esett azóta az egy nap alatt, amióta felszereltem a tetőre a kis készüléket, ezért nullát mutat, de egyébként például, mert ugye itt különböző mindenféle funkciógombok vannak itt alul, ezek egyébként érintő gombok. Itt, hogyha az eső gombot benyomom, akkor lehet óránkénti esőmennyiséget nézni, lehet napi esőmennyiséget nézni, tehát nyilván az elmúlt egy nap összes esőjét, lehet heti és havi, tehát gyakorlatilag megnézheted ezekre az időtartamokra külön lebontva, hogy összesen mennyi esett. Például itt a hőmérséklet kijelzésnél is ugye alapból mutatja a tényleges hőmérsékletet és páratartalmat, de egy gombnyomással át lehet váltani a feels like-ra, ez tulajdonképpen a hőérzetet jelenti, tehát szerinte ebben az esetben ennyi a hőérzet. Vagy itt van a légnyomásmérésnél is, azt mondja, hogy abszolútat és relatívot, tehát nyilván ez a tengerszint feletti magassággal kiegyenlített légnyomást is lehet választani, tehát gyakorlatilag egy csomóféle beállításban, egy csomóféle módon jeleníthetjük meg a készülék által mért adatokat. A pontosságáról annyit tudok mondani, hogy van itthon már évek óta egy másik időjárás állomás, az egy sokkal egyszerűbb készülék, az csak külső hőmérsékletet és páratartalmat tud mérni, de azzal összehasonlítva olyan 1-2 tizedes eltérések vannak a hőmérsékletbe és 1-2 százaléknyi eltérés a relatív páratartalomba, tehát vagy tök egyformán tévednek, vagy mindkettő nagyjából jó lehet. Tulajdonképpen szerintem ilyen itt otthoni felhasználásra ez a pontosság bőségesen elég. Összességében annyit tudok mondani mind a kültéri, mind a beltéri egységről is, hogy teljesen rendben lévő anyagokból, teljesen rendben lévő minőségben van elkészítve. Nekem ez a kijelző is tetszik, teljesen éles a képe, élénkek a színei, jól kivehető rajta, minden meg így logikusan van szerintem felépítve. Ahogy az ilyen támogatott tartalmaknál lenni szokott, ennek a linkjét is beteszem a videónak
a leírásába, ott meg tudjátok nézni az összes technikai adatát, meg ott meg is lehet rendelni. Hogyha ezen a linken keresztül megveszitek, akkor az én csatornámat is támogatjátok ezáltal. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra. Hogyha igen, akkor a videó alatt kérlek, nyomj egy lájkot. Hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor itt az idő, hogy most megtedd. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!